Fokozott óvatosságra figyelmeztetnek a rendvédelmi szervek a nyári időszakban, otthonunk és értékeink védelme érdekében. A szabadságolások miatt felügyelet nélkül hagyott ingatlanok, illetve a vízpartokon, szabadtéri rendezvényeken, fesztiválokon összegyűlő tömegek lehetőséget teremtenek a betöréses és lopásos bűncselekmények elkövetőinek. A szezonális nyári biztonsági kockázatokra hívta fel a 17. kerületi lakosság figyelmét Farkas Brigitta rendőrőrnagy. Kiemelte, ilyenkor a besúranások, betörések, a trükkös lopások és a zsebtolvajlásos esetek száma megnő, illetve gyakrabban fordulnak elő az idősek és gyermekek, fiatalok elleni bűncselekmények is. Jön a jó idő, kicsit nyitottabbak vagyunk, nyitottabbak alak az otthonaink is, mert hogy ugye kinyitjuk az ablakot, az ajtót, nem zárjuk annyira, nem figyelünk oda a biztonságra, illetve idős emberek kikerülnek, jobban kijönnek a lakásokból, közvetlenebbek beszélgetnek, és a csalók ilyenkor jobban, tehát a csalók jobban meg tudják környékezni őket. A rendőrőrnagy hozzátette, amikor az emberek utaznak, vagy szabadtéri rendezvényeken nagy tömegben vannak jelen, a kelleténél kevésbé figyelnek oda ruházatukra, csomagjaikra, értékeikre. A nyitva hagyott táskák, a bevásárlószatyrok tetejére és hátsó zsebekbe elhelyezett pénztárcák kínálkozó alkalmat jelentenek a trükkös lopások elkövetőinek. Lakásunk biztonságára is fokozottan kell ügyelnünk, nem csak akkor, amikor elutazunk. A besúranó betörők az otthontartózkodás közben nyitva lévő ajtókon, ablakokon is bemennek. Éjszakára nagyon sokszor előfordul az, hogy fölmennek az emeletre aludni, és lent a bejárati ajtó nyitva marad. Ráadásul ugye a bejárati ajtó mellett van a kulcstartó, kis asztal, amire a táskát lerakjuk, abban vannak az okmányaink, az értékeink, a pénzünk, és reggelre ezek nagyon-nagyon gyorsan eltűnhetnek. Ha nyaralni indulunk, különböző óvintézkedéseket ajánlott tenni. Azon kívül, hogy bukóállásban sem szabad hagynunk a legkisebb nyilászárókat sem, érdemes a postaládán kiürítésére is megkérni egy rokont vagy barátot. Továbbá semmiképpen ne tegyük közhírre a közösségi oldalakon, hogy milyen messzire és mennyi időre utazunk el. Jó lenne, hogyha a szomszédok összetartanának, és figyelnék azt, hogy mikor elmegy a másik, akkor ne legyen gond, vagy értesítési címet ott hagyjunk, ha elutazunk ilyenkor nyáron. A rendőrség munkatársa azt javasolja, aki megengedheti magának, szereltessen be riasztót, illetve kamerát a fontosabb bejáratokhoz. Ugyanis már a felvétel készítésére alkalmas berendezés látványa is elrettentő lehet. Azoknak, akik nagyobb értékeket tartanak otthon, tanácsos kisebb páncélszekrénybe szerezniük, és hasznos lehet a távfelügyeleti rendszer is, amely a nap 24 órájában fogadja és feldolgozza a beérkező jelzéseket.